Most néhány héttel ezelőtt, augusztus 1-én vette át a plébánosi feladatokat Görbe atyától, aki 50 éves papság után, 77 éves korában káplánként folytatja itt a szolgálatát. Milyen érzésekkel veszi át ezt a szolgálatot, esetleg milyen újításokat, reformokat tervez, mik a prioritások? Amikor Budapesten tanítottam, akkor a fizika, a fizikum őre feladatot tőle vettem át. Úgyhogy ő engem tanított kecskeméti diákkoromba fizikára, úgyhogy van egy történelmi kötődés is. Amikor a feladatot átadod, akkor átveszed, akkor van egy szoros kapcsolat ez a szoros kapcsolat ö, jelenik meg most is. Tehát itt van, és nem csak káplánként, hanem minden másban segít. A Szabó tanár úr is prefektuson volt aki korábban volt a Görbe atya előtt volt plébános a Forján Szabó Zoltán halála után ő is tanárom volt. Az ő korai halála, ugye a gyors halála én 2020. augusztusban kerültem ide, és ő október végén került a kórházba, akkor azt a három hónapot is a elsősorban Tisza Uggal kapcsolatos feladatokban éltem újra, osztályfőnökként mentem osztályommal, táborba. tehát nagyon sokrétű volt az a kapcsolat, amely a elődeimhez kapcsolt. Ami fontos, én szeretnék az iskolába is maradni. Tehát ez akkora feladat, hogy mindaz, amit az elődeim csináltak itt, a Tóth Géza, a Forján Szabó Zoltán, Szabó István és a Görbe László, ők mind úgy csinálták, hogy teljesen ezt a feladatot látták el. Én azt szeretném, hogyha az iskolával való kapcsolat is megmaradna, taníthatnék, kevesebb óra számban ezt kértem az igazgató úrtól is, hogy 4-6 óra, ha jutna nekem, akkor ö, szívesen tanítok. Természetesen jut, mert matematika fizika tanár kevés van. Ami fontos volt számomra mindig a személyes megszólíthatóság, és ez az első prioritás. Enged, hogy megszólítsanak. És ez az egyház új útja. A szinodális út, ami elkezdődött 2021-be, és majd most 2023. októberében válik teljessé Rómában, az ezekből a szakaszokból épül föl. A hívek, a testvérek, akik ebbe a templomba járnak, ebbe a közösségbe tartoznak, azok szólítsanak meg. Legyenek ők is megszólíthatók. Egy ekkora városban nem lehet azt, amit Héderváron elkezdtem, hogy meglátogattam a családokat. Ott hát kicsi volt a, a település, úgyhogy este, ha kimentem mondjuk ö, októberben Litániára, akkor még a Litáni előtt világos volt, akkor reverendába tettem egy kört. A kocsmába be akartak hívni, de mondtam, ha hát be nem megyek, de inni nem szeretnék, mert most éppen ima órám lesz, de szívesen beszélgetek. És akkor a kocsma előtt ott ültek kint, beszélgettem az emberekkel, mert megszólítottak. És én is megszólítottam őket. Egy nagyobb városba sokkal összetettebb ez a feladat, egy nagyobb egyházközségben, de ez fontos számomra. És talán ez a második fontos dolog. És ennek különböző részei vannak ennek a megszólíthatóságnak. Olyan is, aki keres. Sokszor halljuk, hogy a, a társadalom átalakulóban van ö, beteg. Számtalan ilyen, ö, picit negatív jelzővel illetik a társadalmat. Az egyháznak meg kell találni a lehetőséget, hogy megszólítsa ezt. És még inkább megszólítható legyen. Most ö, számtalan olyan dolog van, akár például a, a szegények szolgálata a karitász lévén a görbe, atya már elindította a templomi karitász csoportot. Például ezek a csoportok, az imacsoportok, a cönákulum, vagy az engesztelő imacsoport a Mária kápolna, amit a Valáns Gergely, atya indított el. Ezek mind olyan tevékenységek, amik már működnek. Ezeket tovább kell vinni. De lehetőleg ennek ne én legyek a, a, a felelőse világi munk, embereket ebbe bevonni, és ez működött is. Van, aki éppen most a, a cönákulmat vezeti, van, aki a, a keresztelési beavatást ö, ö, felügyeli, és akkor a a felkészítést a keresztségre a szülők, keresztszülők számára végzi. Van, aki a jegyes oktatást végzi. A feladatok szétoztása is fontos. Egy, -egy, feladat, egy új plébános számára, mert egyedül nem tudja csinálni. Ez egy fontos tapasztalat, és talán ezzel is lehet összefoglalni a szándékaimat, hogy a feladatokat közösen kell megoldani. Nekem főleg a tanárságom első szakaszában nagy hibám volt, amiből tanultam, hogy mindent egyedül szerettem volna megoldani, és a második osztályomnál jöttem rá, hogy ezt, ezt jó megosztani. Ott az első osztályomban is volt, amikor egy-egy túrának a szervezését, egy-egy napnak a főzését megosztottam, és a, a gyerekek főztek, a diákok főztek. De volt, hogy lázadás tört ki, hogy nem akarjuk, hogy ő főzzön, hanem tanárú főzzön. Ugye ez attól függ, hogy hogy sikerült a vacsora, és diákok is tudtak főzni, feladatot megosztani. Tehát ez a. Nagyon fontos, mondjuk úgy jelmondat, ha szabad ilyesmit, bátorkodom ilyesmit megfogalmazni, hogy a feladatokat közösen kell, a szolgálatot közösen kell teljesíteni, akár világiaknak itt a, a, a plébánián. Ezért is jó, hogy van tanácsadó testület. Ami a plébánia életét, világi elnöknek mondják a tanácsadó testület elnök-helyettesét, mert az elnök mindig alapvetően a plébános. De az helyettese, az világi személy. És hát jobb hiány a magyarok így nevezték el, hogy világi elnök az, akit megválaszt ez a testület, de magát a testületet is az egész közösség választja meg. Tehát egy picit ez olyan, hogy jelölteket állítanak, és akkor a jelölteket választják. Ugye van, aki hivatalboltak, például a káplánok, a sekrestés, a kántor tagja ennek a tanácsadó testületnek. Tehát például ezzel a tanácsadó testülettel jó együttműködésre, új ember más kommunikáció. Ebben fontos feladatom van, és talán a isteni adomány, hogy engem könnyen megszólítanak, vagy viszonylag ismerem a, a diákokat is az iskolában. Ez előnyömre válhat, és így könnyebb lesz ezt a feladatot végezni. Ami még fontos a közösségek, hogyha valaki megszólít itt a plébánián egy új lehetőséggel, új feladattal annak, ha úgy látom, hogy ez a, a jelenlegi egyházi folyamat, ami itt a szinodális folyamatból indul ki, a szinodalitásból, hogy alulról építkezik az egyház, ha ehhez kapcsolható, jól kapcsolható, akkor ennek engedjünk teret. Kell egy felelős, aki, aki vigyáz rá. Egy hasonlatot tudok mondani, a Tiszaugi ház is az én Konnokságom alá tartozik, ami a szabó tanár úré volt, és ott az öreg diákok szeretnének létrehozni egy működő csónakházat. De az úgy működik, hogy ők irányítanak, én meg rajta tartom a szememet, hogy felügyelem, mert az a mi tulajdonunk a. A piarista rendnek a tulajdona. Tehát valami hasonló történik az egyházközségben is, a templomi közösségben is, hogyha van egy jó kezdeményezés, amely ehhez az úthoz kapcsolódik, az kapjon teret. És aztán a, a többi egyházközséggel való együttműködés. Azt mondjuk, hogy jó az együttműködés de azért ezen mindig lehet javítani. Tehát a, bocsánat, a, a futballcsapat, a csapat egység. Van, amikor csak mondják. A csapat. És akkor egy picit ilyen áll alázattal egy-egy játékos azt mondja, hogy az a, a, fontos, a fenét az, mikor 40 ezer vagy 400 ezer euróért elmegy külföldre, akkor most mi is a fontos, meg hogy ott újját tudom magam építeni. De azért a csapatot emlegetjük. Kecskemét például itt a, a lilák, ez volt az erőssége, ezt emelte ki mindenki, hogy csapatként működik. Most pénteken nem működött. Ez volt a baj. De az a, a fontos, hogy akkor, amikor ebben valaki hisz és ezt megfogalmazza, akkor... Tegye is azt. És még fontosabb, ha nem azt teszi, akkor szóljanak neki. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a, a kritikát, a figyelmeztetést jól ö, reagálni. Ez számomra nagyon fontos, hogy a, a kívülről, akár a, a közösségen belül, de mégis a a szerves közösségen kívülről jön figyelmeztetés, vagy egészen külső megszólítás, arra érdemes odafigyelni.